Nedeljko Csubrilovics a boszniai szerb köztársaság képviselőházának elnöke Pásztor Istvánnak a tartományi parlament elnökének meghívására érkezett Vajdaságba. A küldöttséget Szabadka város vezetői is fogadták. Nedeljko Csubrilovics megismerte a várost, annak közéleti működését. A megbeszéléseket követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, Szabadka több területen is példaként szolgálhat. Ritka az olyan helyi közösség, ahol négy nyelven is biztosított az oktatás az ott élőknek. Szabadka ezt teszi. Ritkák az olyan helyi közösségek, ahol a nemzeti közösségek szabadon hívhatnak vendégeket, és nyíltan tárgyalhatnak gondokról, problémákról. Eredményes és építő jellegű megbeszélés zajlott a boszniai szerb köztársaság küldöttsége és a vendéglátók között, hangsúlyozta Stevan Bakić Szabadka polgármestere. Én, mint a házigazdák egyike, bemutattam Szabadkát, annak lehetőségeit, a kultúra, a gazdaság, valamint a turizmus terén. Megállapodtunk abban, hogy intenzívebbé, magasabb szintűvé tesszük az együttműködést. A konkrét együttműködésben bízik dr. Pásztor Bálint, a Városi Képviselőtestület elnöke reméli, a boszniai szerb köztársasághoz tartozó önkormányzatok valamelyike és Szabadka között szorosabbá válhat a kapcsolat. A polgármesterrel bemutattuk Szabadkát, a város történelmét, gazdasági, illetve művelődési lehetőségeit, és nagyon örülök annak, hogy a két parlament elnöke, illetve a delegációk a boszniai szerb köztársaság parlamentjének kétnapos látogatásának első napját itt töltötte Szabadkán. Az anyaországoknak külön felelősségük van a diaszpórában élő saját közösségük irányába, így van ez Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vonatkozásában is, nyilatkozta Pásztor István. A tartományi képviselőház elnöke hozzátette, Szabadka, illetve Vajdaság és a boszniai szerb köztársaság közötti kapcsolat hosszú időre nyúlik vissza. Független attól, hogy most ebben a pillanatban a vajdasági parlamentnek az elnöke nem szerb, hanem magyar. Ez egy intézményes kérdés. Mi ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Mi ennek a haszonélvezői vagyunk magyar-magyar kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ezt a fajta tudást, ezt a fajta nyitottságot, ezt a fajta megértést kell nekünk továbbvinni és erősíteni. A vendégek a délután folyamán a Vajdasági Magyar Szövetség székházába is ellátogattak, ahol Pásztor Istvánnal, valamint a Szabadkán székelő magyar, horvát és bunyevác nemzeti tanács képviselőivel is találkoztak.